Megyünk is tovább, ahogy megszakadták már minden egyes konferenciánknak, gyakorlatilag egy információs alappillére a kerekasztal beszélgetés, ahol különböző érintetteket, a témában jártas embereket meghívunk, azért, hogy bizonyos témákról, bizonyos kérdésekről közösen értekezzünk, illetőleg eszmét cseréljünk. Ezt a kerekasztal beszélgetést, ahogy az elén is említettem, hogy másodmagammal vagyok a konferenciának a házigazdája, Petényi Mirko kommunikációs igazgató kollégám fogja a jövőben vinni. Mirko, miről is lesz szó a következőkben? A következő háromnegyed órában, ahogy már Gergő felvezette, igazából a terület legfontosabb szereplőivel, és nekünk a legfontosabb szövetségeseinkkel fogunk beszélgetni, és a kormánybiztos úrral. És előre bocsátom, hogy ahogyan Dani elkezdte, mi is tegeződni fogunk itt a kerekasztal beszélgetésem. Nagyon szépen köszönjük, és akkor folytatjuk a kerekasztal beszélgetéssel. Sziasztok! Én Petényi Mirko vagyok, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója, és köszöntöm a vendégeinket. Én itt most nem tudom pontosan a képernyőkön hogyan látszik otthon, de én a bal felső sorokból elindulva bemutatom a beszélgetés résztvevőit, bár ki is van írva. Bal felső sorokban Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Őt Dani már a konferencia a nap elején méltatta hosszabban, úgyhogy én ezt most nem teszem meg. Mellette Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség régi új elnöke, aki 16 óta vezeti a Kajakkenu Szövetséget, és idén ősszel újra választotta a közgyűlés. Régóta, 10 éves kora óta igazából a kajakkenu sport benne van, sportolt, mert 18 éves korától már edzősködött is, és sose távolodott el a sportáktól, és hogy mondtam, 16 óta pedig vezeti a szövetséget. Nekem a bal alsó sarokban Tasi Márkot köszöntöm, aki a Magyar Természetjáró Szövetségnek az elnöke, korábban se igazgatója, elnézést, igazgatója, korábban dolgozott a magyar futballban, és végigfotózta az Alföldi Kék Túrát, és most már jó pár éve vezeti a Természetjáró Szövetséget. A jobb alsó sorokban pedig Benyó Balázs, a Kerékpáros Turisztikai Szövetségnek az elnöke, akinek a hobbija is a természetjárás, a hegyekben tölti nagyon szívesen, illetve hát a kerékpározás. A munkája pedig az, hogy másnak is ez legyen a hobbija. Köszöntelek tehát titeket, és azt kérem, hogy egyből bele is kezdenék igazából azzal a kérdéssel, amit már itt a Gergő az előbb felvezetett. Ő azt mondta, hogy ha egy kívánságotok lenne a saját szervezetek szempontjából a következő évekre, akkor mi lenne az egy kívánság, hogy megvalósuljon? És akkor először itt Gáborhoz fordulok ezzel a kérdéssel, hogy mi lenne az egy kívánság, amit Kajakkenu Szövetségként te így most, ha kérhetnél, akkor kérnél? Hát nyilván nekünk csak egyetlen egy célunk lehet, hogy ha valaki a szabadidejéről dönt, akkor minél többen úgy döntsenek, hogy aktívan szeretnének kikapcsolódni, és ezt legtöbben a sportokban szeressék megtalálni, vagyis a vízpartokon, úgyhogy mi ebben szeretnénk ebben a közös együttműködésben kifejteni további erős munkát, én szerintem ez a legfontosabb, hogy együttműködjünk mindenkivel. Én csak remélem, hogy mindenki jól hallotta Gábort. Én sajnos, akkor többiek bólogatnak, ennek örülök. Sajnos én kevésbé, de talán ez következőleg. Márkhoz fordulok. Természetjáró Szövetségként neked mi lenne ez a kérésed? Én mindenhol mindig ugyanazt mondom, a első számú legfontosabb dolog nálunk, vagy probléma nálunk, vagy kihívás nálunk a turista útvonalhálózat jogi helyzetének megoldatlansága és szabályozatlansága.
ha egy kívánságom lenne, akkor valószínűleg ezt, ennek a megoldódását, vagy ennek a rendeződését kívánnám. Csak a harmadikként pedig Balást kérdezném ugyanerről a dologról. Nekünk nagyon tetszik az, ami a Nemzeti Kerékpáros Stratégiában le van írva a fő célkitűzésként, nevezetesen, hogy Magyarország Kelet-Közép-Európa első számú kerékpáros barát országává váljon. Ezt egy kicsit úgy módosítanám, hogy nem csak hogy a kerékpáros barát országává, hanem a kerékpározók országává váljon. Tehát elsődlegesen ezt mondanám, hogy ez lenne szívünknek kedves. És hogyha még egy dologot szabad mondani, akkor én a párbeszédet mondanám, hogy legyen pár elkezdődött nagyon sok platformon, és ez egy nagyon jó irány szerintünk, de legyen még több párbeszéd jármódok között, és az összes stakeholder között, aki érintett a kérdezést tekintetben. Köszönöm. Máriusz, hozzá egy kicsit más kérdéssel fordulni. Most hallottok? Máriusz... Halkan hallanak. Halkan, nagyon. Kérem a kollégákat, hogy ebben segítsenek. Nem hallok, Mirko, semmit nem hallok, amit mondasz. Belőlem semmi nem hallatszik. Azt mondja Máriusz, én közben beszélek, hogy hallatszik-e, és hogyha igen, akkor kérlek, hogy bólogassatok. Itt nagyon halkan hall engem a Máriusz. Kérem a kollégákat, hogy a Máriuszhoz menjenek, és egy fülhallgatót, hogy valamivel segítsék, hogy tudjak tőle kérdezni, mert különben most jó, azt mondom, nagyszerű. Szóval Máriusz hozzá, de akkor egy kicsit más kérdéssel fordulnék. Itt elhangozottak ideális, vagy kérések igazából. A turistautaknak a helyzete, amit már kért, vagy Balázs, hogy kerékpáros nemzet legyünk, kerékpáros barát ország legyünk, illetve remélem, hogy te Gábor kérését is hallottad, én sajnos nem. És hozzád azzal fordulnék, hogy... Most hallom. Igen, kap egy headsetet, Máriusz, hogyha minden igaz, addig várunk egy pár pillanatot, amíg ezt felveszi egy ilyen szép rózsaszín headsetben. Remek. Most hallasz akkor engem jól, ugye? Még mindig nem az igazi. Talán... Most igen? Most se igazán. Ez probléma. Jó, tehát hogy akkor... Jó, remélem, hogy akkor igyekszem lassan és artikuláltan beszélni. Szóval, hogy Ferid, az lenne a kérdésem, hogy amit itt a többiek elmondtak, és megfogalmaztak, hogy mi lenne az, amit kívánnának, kormánybiztosként, mit tudsz ebből megígérni, hogy teljesülni fog? Igazából úgy vártam, hogy felteszed nekem is azt a kérdést, hogy ha lenne egy kívánságom, akkor mit szeretnék megvalósítani, de nem tetted fel, de ennek kapcsán most úgy is el fogok mondani, mert a válaszom az lett volna, amit kitaláltam, hogy hát igazából azt kívánnám, hogy az aktív Magyarország stratégiát azt tudjuk megvalósítani. És ebben már benne is van a válasz, mert mindazok a kérdések, amiket, vagy kívánságok, amiket felvetettetek, nevezetesen, hogy mondjuk a turistautak jogi helyzetét rendezzük, hogy kerékpáros fejlesztésekkel Magyarország első számú kerékpáros célpont legyen itt a közép-európai régióban, vagy amit a Gábor mondott, ezek mind-mind szerepelnek a stratégiában. Úgyhogy hát ez nem is meglepő, hiszen ezt a stratégiát a ti véleményetekkel egybefonva állítottuk elő, és azok a célkitűzések, amiket ti megfogalmaztatok, azok természetesen belekerültek a stratégiába, úgyhogy ha egy mondatos kérésem teljesülhet, és megvalósítjuk azt a stratégiát, aminek a készítésének a vége felé járunk, akkor azt gondolom, hogy nem csak a ti, hanem a többi olyan civil szervezetnek a kérését is megvalósítjuk, akikkel együtt dolgozunk. Én ennyire még nem elégszem meg ezzel a válasszal, mert hogy Márknak a kérése az nagyon-nagyon konkrét volt, a túraútvonalak helyzete.
nek a kérdése. Hogy erről mit tudsz mondani, hogy hogy látod azt, hogy ezeknek mi lehet az útja, meg tud-e valósulni, hogy végre a túraútvonalak valóban rendezett státuszba kerüljenek? Hát igen, éppen azt mondtuk, hogy az a célkitűzés, hogy ez megvalósuljon. A túraútvonalak helyzetén az elmúlt uniós ciklusban épp a Természetjáró Szövetség nagyon sokat javított. Ha megnézzük az országos kék túrát, az szinte újra van festve az egész. Nagyon sok megállópontot rendbe raktak mellette, több kilátó is épült. A szálláshelyeket az országos kék túra mellett kiemelt tekintetben újítottuk fel. És tényleg van az a problémakör, amire Márk is utalt, hogy a sok ezer kilométernyi gyalogos túra útvonalból, én nem is tudom, valami 80-valahány kilométer van hivatalosan is nyilvántartva. Erre kell egy jogi megoldást találni, nyilván erre kormányzati döntés szükséges. Ha előkészítjük és meg lesz ez a megoldás, akkor is tisztázzuk azt, hogy kinek kell ezeket az útvonalakat nyilvántartani, és a nyilvántartásból mi következik. Például annak következnie kell, hogy mondjuk ha egy fontos túraútvonal egy magánerdő megy keresztül, akkor ott például ne lehessen azt elzárni, szolgalmi jogot kelljen biztosítani az útra. Tehát ezeket mind-mind szerintem az elkövetkező időszakban meg lehet valósítani, és végbe. Volt egy kicsit hasonló problémánk a kerékpárosok tekintetében is. Ugye Magyarországon olyan volt a jogszabályi környezet, hogy gyakorlatilag nem nagyon lehetett erdei bringaparkot építeni. Illetve lehetett, de hogyha ott mindent betartottak, akkor horrorisztikus nagyságú pénzeket kellett volna befizetni ebben az esetben. A megfelelő számú egyeztetéssel sikerült ezt a problémát megoldani, úgyhogy az erdőtörvényben ezt a gondot sikerült orvosolni. Reméljük, hogy ha majd pontosan kikristályosodik, hogy mi az a megoldás, ki lesz az a szervezet, akinek nyilván kell tartani a kerékpárot, tehát ezt lehet telepíteni a Természetjáró Szövetséghez, az AUFK-hoz, lehet, hogy más szereplők is szóba jöhetnek, akkor szerintem meg lesz a politikai támogatás, vagy meg fogjuk szerezni a politikai támogatást ahhoz, hogy legyen egy szervezet, ahol egyébként nyilván lesznek tartva az utak, és utána pedig a nyilván tartott turista utakhoz meg kell határozni, hogy milyen biztosítékok tartoznak. Szerintem ebben együtt fogunk tudni dolgozni a Természetjáró Szövetséggel jövőben. Én azt javaslom, hogy lépjünk tovább, miután itt bevezettük a vágyakat, vagy vágyakkal, hogy mi az mi mindenkinek a kérdése. És egy pillanatig nézzünk vissza, ahogyan a mai napon Máriusznak és Gergőnek is az előadásában itt volt egy hálózati ábra, és volt egy ilyen visszatekintő ábra is, nyilván ezek sematikus ábrák voltak, de hogy nézzünk vissza oda, hogy nagyjából honnan indultunk, honnan indultatok 13-ban, vagy az elmúlt években, itt számos projektben mind a három szervezet részt vett, EU-s projektekben, különböző útvonalfejlesztésekben, megállóhelyfejlesztésekben. És én arra kérdeznék rá, hogy ti hogy látjátok, hogy az elmúlt években, ami ilyen aktív turisztikai fejlesztés volt, a saját szerepetekből és a saját feladataitokat, hogy lehet, hogy mennyire volt sikeresek, mennyire találtátok meg benne a helyeteket, és egyáltalán az előző ciklus, maradjunk ennyinél, tehát hogy mennyire sikerült azokat a célokat elérni a projektekkel, amiket kitűztetek előzetesen. És akkor itt most én már a kék túra felújítása szóba került, úgyhogy először Márkot kérdezném meg, hogy te ezt hogyan látod. Ugye a Magyar Természetjáró Szövetségnek volt tehát hogyha a 2020-27-et vesszük a mostani ciklusnak, akkor az előző ciklus előtti projektje is, amiben a kékkörnek a felújítása folyt, mert most is benne vagyunk egy jelenlegi ciklusban, ahol ugye a GINAP és VECO pályázatok lényegében 2016-17 óta
mennek. A kékkör projektet 2015-ben zártuk, és lényegében fenntartási ciklusban vagyunk, ami a jövő év végén 2021. december 31-én zárul. Ugye ennek a pályázati csomagnak, az is 7 vagy 8 pályázatból állt, a célja az volt, hogy a kékkör mentén egy ilyen multifunkcionális felújítást hajtsunk végre, ugye ebből épült a Gajatetői Turistacentrum, számos kilátó, ilyenőpad, rengeteg ilyen apró dolog felújítása, forrásfelújítások végződtek el, és hát a feladata volt, hogy tényleg a kék túrát egy picit újra visszategye a térképre, népszerűsítse, egy kicsit fellendítse ezt az egészet. Ennek a következmény igazából az a görbe is, amit még Márius előadásában láttunk. Azon lehet vitatkozni, hogy az a legjobb görbe egyébként, ami a kék túra népszerűségét mutatja, vagy sem, mert ugye azt azért hozzá kell venni, hogy az 1160 kilométert végigjárni, az nem egy hétvége, meg nem is egy nyári egyhetes program. Azt még német Csabi barátom is szerintem csak 16-7 nap alatt tudná lefutni. Tehát, hogy az nagyon sokaknak átlagosan egy ilyen 4-5-6 évbe kerülő program, de valaki akár 30-40 évig is foglalkozik vele, mire végigjárja az egészet. És ehhez képest szerintem jobb szám azt figyelni, hogy mennyi bélyegző füzetet adunk el, mert aki ugye a kék túrázásnak, mint jelvénygyűjtő túramozgalomnak neki áll, az megveszi a becsételő füzetet, és ennek a száma viszont az elmúlt 10 évben több mint 100 000 füzet, tehát ez azt jelenti, hogy most is van kint több mint 100 000 bélyegző füzet, ami vagy valakinek a polcán pihen, vagy éppen járja a kék túrát, attól függ, hogy... Tehát egy év alatt... Egy év alatt több mint 15 000 füzetet eladunk. Ja igen, és akkor összesen most 100 000 van kint, és az elmúlt évben már több mint 15 000 ilyet adtatok el akkor. Ez azt jelenti, ugye? Jól értelek. Én jól értesz, de Márius szeretne valamit mondani, ha jól látom, de nem halljuk, vagy nem? Nem, szerintem még ott... Ja, csak próbálja. Igen, ott valamilyen technikai probléma, de ezt a kollégák közben orvosolják remélhetőleg. Igen, tehát csak behallatszik. Tehát, hogy igen, évente több mint 15 000 füzetet adunk el. Én azt gondolom, hogy tényleg a kék túra népszerűsége az elmúlt években nagyot lendült előre. Rengeteg megkeresés érkezik hozzánk. Csak a kék túra menedzselésével 3-4 ember is foglalkozik folyamatosan az MTS-nél. De nyilván a népszerűségének vannak árnyoldalai is, főleg most ezt a Covid időszak alatt láttuk, hogy rengetegen leporolták a régi füzetüket, vagy éppen vettek egy újat, és nekiálltak kék túrázni. És hát itt a vírusos időszakban sokan rosszul reagáltak erre, mert rengeteg ember jelent meg településeken, voltak olyan települések, akik önkényesen leszerelték a pecsételő füzetet és kivitték a településen kívülre, amivel aztán kontraindikálták ezt a dolgot, mert a túrázók nem találták meg a pecsételő füzetet, így még sokkal több időt töltöttek a faluba vagy a településen, még keresgélték a pecsétet. Tehát mindegy, a kék túra nem pont egy kicsit mindenkié is, meg senkié is, mert néha önálló életet él, néha, ahogy beszéltük, a tulajdonviszonyok miatt lekerítik, vagy lezárják, vagy elterelik, vagy éppen elviszik a pecsételőpontot máshova, de hasonló problémát okoz az például, hogy a pecsétgyűjtést, vagy a bélyegző gyűjtést többek úgy értelmezik, hogy lényegében a pecsétet magát láncostól minden estől hazaviszik, mint gyűjteményt, és akkor ilyenkor nekünk mennünk kell pótolni, és hát a kék kör mentén több mint 360 pecsételőhely van, tehát ez nem kicsi feladat. Köszönöm szépen, Gábor, hozzád fordulok. Igazából hasonló kérdése, hogy nagyon sok olyan projekt volt, amiben ti is részt vettetek, illetve vezettétek, aktív turisztikai projektek Felső-Tiszán, Balatonon, illetve ha még talán te kifejted, hogy hol. Hogy látod, hogy ezek a vízi megállóhely fejlesztések mennyire váltották be a ti hozzáfűzött reményeiteket? Mit gondolsz, hogy hogyan kéne ezeket még jobbá tenni, esetleg mi az, ami már most is tökéletes? Mi a projekt elején, amikor az egész tervezés megindult, akkor azt a célt tűztük magunk elé, hogy minél többeknek biztosítsunk hozzáférést a vízi turisztikához, hiszen azt láttuk az első időszakban, hogy gyakorlatilag
nagyon-nagyon kevés az a helyszín, ahol minőségi módon vízi turisztikához hozzáférés van, van megfelelő eszköz, van megfelelő hely, van vizes blokk, aki szállunk, tehát hogy általánosan hiányzik az az infrastruktúra is, és hiányzik az a minőség, ami ma már elengedhetetlen. És hát ebben ugye igyekeztünk egyrészt beazonosítani azokat a helyszíneket, amelyek hagyományosan korábban is azért erős víziturisztikai attrakciók voltak, ami elsősorban a Felső-Tisza, a Dunakanyar, ugye új helyszínként az alsó, ezt a körösök vidékét azonosítottuk be, és a Balaton pedig azért került be a programba, mert úgy láttuk, hogy azért a Balaton arra, hogy az első élményt adjunk az embereknek, hogy egyáltalán megismerkedjenek a vízi eszközökkel, hiszen a Balatonon rengetegen vannak ott a nyáron, az ebből a szempontból egy jó irány. Én azt gondolom, hogy párunkra említható, hogy azért eléggé úttörők voltunk, és szó értelmében is itt utat kellett törni rendszerekben, utat kellett törni vízügyi vonalon, és így tovább. És én azt gondolom, hogy jelentős lépéseket tettünk, de ez messze nincsen kész. Tehát látszik az, hogy következő időtökben sokkal inkább erősíteni kell azt, hogy valójában ezek a megállóhelyek, ezek túraútvonalakká álljanak össze, ezekben a túraútvonalakban még jobban edzik a kapcsolódást másokkal, mást jármódokkal. Az egyik, én mindig el szoktam mondani, összejövetelen, hogy az egyik legnagyobb eredményének tartom, hogy elkezdődött a párbeszéd a szereplők között. Tehát az, hogy mi tényleg minden napon működünk a kerékpárosokkal, a természetjárókkal, másokkal, ez egy rendkívül fontos dolog volt, és most nem a kötelező udvariasságért mondom, hogy ennek a területnek lett egy karmestere a kormánybiztosság és Máriusz személyében, ez nagyon-nagyon sokat vitt előre, és talán, hogyha a tervezési időszakban is már ez ennyire illett volna, akkor én azt hiszem, hogy már most messzebb tartanánk, de én azt hiszem, hogy most sincs késő, és én az együttműködésre nagyon-nagyon szeretném a hangsúlyt fektetni, mert ez ettől lesz erős. Én a saját közegünkben mindig azt szoktam mondani, hogy a kerékpározás és a víziturisztika között nagyon nagy az átjárás, mert én azt gondolom, hogy mindenki, aki vízitúrázik, az kerékpáros, sajnos még nem minden kerékpáros vízitúrázik, de mi nagyon szeretnénk, hogy ez többek között így legyen, és ebben én például nagyon-nagyon szeretem, ami a Tiszatónál történik ebben a tekintetben, ahol látjuk, hogy a kerékpáros turisztika erősítése azáltal, hogy kész van a kerékpár, kész van a híd, az egyébként a víziturisztikát is elkezdte erősíteni, tehát mi látjuk ezeknek a kapcsolódásait, úgyhogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy volt az elmúlt időszakban, ami az nem biztos, hogy úttörőként ebben a dologban a lehető legjobban nyúltunk, de én azt hiszem, hogy ezeket látjuk, ezek korrigálhatók, és ebben az együttműködésben pedig én nagyon hiszek, ami kialakult az elmúlt években, kormánybiztossággal és az AOFK-val, úgyhogy én ebben a reményben szeretném, ha tovább mennénk, és mi biztos, hogy biztos civil szervezeti háttért kívánunk adni ezeknek a fejlesztéseknek. Köszönöm szépen, és akkor ebben a kérdésben Balázshoz fordulnék, ugye a Maketusznak a szerepe egy kicsit más, mert hogy nem egy régi szervezetről van szó, de már ti is számos projektben részt vesztek. Te hogy látod, hogy nektek mi volt az, ami ahol megtaláljátok a szerepeteket, ugye nektek ez talán még jobban útkeresés, mint a többi szervezetnek, és egy kicsit ilyen módon módosítanám a többiekhez feltett kérdést, hogy te hogyan látod a Maketusznak a szerepét a kerékpáros turizmusnak a fellendítésében, szervezésében. Most hogy álltok? Igen, valóban, ahogy Mirko elmondta, maga tudta messze a fiatalabb tervezet, USZKRAN 3,5 éve jött a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, és a mai napra készülve megvettem az alapító okiratot, és megnéztem, hogy tulajdonképpen milyen szempontokat, milyen célokat tűztünk ki magunk belül, amikor létrehoztuk ezt a szövetséget. És hogy megengedtek ezt a fél mondatot, felolvasom, a Maketusz célja olyan szellemi és szakmai jövőbe jutása, amely a kerékpáros
turizmus hazai terjedésének elősegítéséhez, kultúrájának megteremtéséhez és infrastruktúrájának, illetve a szolgáltatásának fejlesztéséhez indítást. Az a helyzet, hogy egészen meglepően jól sikerült ezt eltalálni. Az elmúlt 3-5 év, annak ellenére, hogy a civil szervezetről beszélünk, és meg a szervezetek magát is fel kellett építeni ahhoz, hogy projekteket tudjon vezényelni, ahhoz képest azt kell mondjam, hogy meglehetősen sikeres 3,5 évet tudhatunk magunkénak. Azzal kell kezdjem természetesen, hogy idén 6-3-szorban bonyolítottuk le a nagyon sikeres kerékpáros vándortábor. Ez azt jelenti, hogy a 3 évad alatt 6500-7000 12 és 18 év közötti fiatal vett részt a kerékpáros vándortábor programjainkon. Idén már 8 évben bonyolítottuk le ezt a vándortábort, és ez óriási lehetőség volt a szövetség számára a tekintetben, hogy a kerékpáros infrastruktúra vonatkozásában a kerékpáros barát szolgáltatás modell bevezetésében tapasztalt, hogy gyűjtsön, és egy jó modellt, tulajdonképpen egy jó modellt alakítson ki, hogyan lehet a térségi szereplőkhöz szólni, hogyan lehet a térségi szereplőket bevonni, és hogyan lehet elhitetni szolgáltatókkal azt, hogy a kerékpározás és a kerékpáros turizmus az igenis egy fizetőképes kereslet. De a vándortábor programok lebonyolításán túl valóban két uniós projekt lebonyolításában is részletünk, konzorciumvezetők vagyunk. Mind a két program az kerékpáros turisztikai térségfejlesztés valósult meg a Felső-Tisza területén és a Sopron-Fertő térségében. Ez a két kirikos projekt is arra adott lehetőséget, hogy eljussunk a külsődi szereplőkhöz, erősítsük a kerékpáros barát rendszernek a térségi megvalósítását, és segítsük a szolgáltatókat a tekintetben, hogy ki tudják alakítani azokat a kerékpáros szolgáltatási csomagjaikat, termékeket, amelyekkel még kerékpáros turistát tudnak a térségbe vonzani. Ezen túl egyébként a részveszünk, vagy együtt dolgozunk a magyar közúttal a különböző táblázási programjainak az előkészítésével veszünk részt folyamatosan. Balázs, bocsánat, hogy félbeszakítalak. Én azt hiszem, hogy nagyjából a projektek, vagy az, hogy hol a helyetek, vagy mit csináltok, ezt látjuk, és ne haragudj, hogy nem hagyom, hogy végigmondjad, mert nagyon sok mindent csináltok, én ezt pontosan tudom, viszont akkor kifutnánk az időből. És egy kicsit tovább menve, az, hogy én erre a kérdésre nem kérek Máriusztól választ, mert őt már meghallgattuk az előadásban, hogy ő hogyan látja, hogy honnan indultunk. Viszont tovább lépve, itt mind Gábor, mind Balázs mondta a párbeszédnek a fontosságát. És igazából egy kicsit ezt tovább gondolva, hogy most itt vagyunk egy uniós ciklus tervezésének az elején, amikor is lehetőség van arra, hogy a következő években megvalósuló projektek úgy fejlődjenek, és úgy készüljenek el, hogy azok már talán egy megalapozottabb fejlesztést, vagy megalapozottabb gondolkodást előzi meg őket. És itt fordulnék hozzád, Máriusz, hogy te hogyan látod azt, hogy ennek a párbeszédnek mi lehet a fóruma, hogyan tud megtörténni, hogyan lehet bevonni akár az itt lévő szervezeteket, akár másokat, akik esetleg szeretnének részt venni abban, hogy itt tényleg egy olyan stratégiai elvek kerüljenek lefektetésre, amelyekben aztán mindenki megtalálja a helyét, és végén 7 év múlva azt mondjuk, hogy fantasztikus fejlődésen estünk át. Szerintem az előző tervezéssel sok probléma volt.
Az egyik az, hogy mint az előadásomban is mondtam, sikerült megtiltani a tervezés során, hogy egy helyszínen a jármódok együtt dolgozzanak. Hogy Gábor is mondta, nagyon-nagyon fontos, hogy egy helyszínen legyen több fejlesztés, hiszen ha valaki kenuval megérkezik egy helyre, abban az esetben, ha vannak biciklik, akkor nem csak a település két kilométeres, vagy a megállóhely két kilométeres körzetét tudja bejárni, hanem mondjuk a vízitúra útvonal 25 kilométeres körzetében biztos, hogy minden látnivalóhoz el tud jutni. És egyébként valóban Tiszatónál is és máshol is, hogyha valaki biciklizik, akkor lehet, hogy elmegy három napra, és két napot biciklizik, vagy egy napot, és egy napot pedig szívesen vízitúrázna. Tehát teljesen rossz gondolat volt megtiltani a pályázati kiírások során, hogy a szervezetek együttműködjenek. Szerintem pont az ellenkezőjére van szükség, és mint kormánybiztosság mindig azért dolgozunk, hogy lehetőleg ezek a szervezetek együtt tudjanak dolgozni. Nekem egyébként voltak ilyen megható pillanatok, amikor ez már nélkülünk, kormánybiztosság nélkül is működött, tehát amikor az egyik Tour de Hongrinál a Tisza hídon, a Tisza fölött átmentek a kerékpárosok, akkor a helyi vízi szervezetek, helyi kenus egyesületek, azok kiírták kenúból, hogy Tour de Hongri, és a kenusok közöntötték a bicikliseket, és ebben tényleg nem volt benne a kormánybiztosság, de mégis jó, hogy tudjuk azt, hogy egyébként nélkülünk ezek a szervezetekkel nem beszéltek, vagy még egyet mondok, hogy átkerült például az egyik Mátra maraton kerékpáros futam az egyik helyszínről a másikra, és gyakorlatilag rajtunk keresztül találtak el a Mátra Szent Istváni sípályára, az volt egyébként az egésznek a helyszíne, és olyan szereplők, akik kaptak támogatást tőlünk egyik ágon, vagy együtt dolgoztunk, meg a másik ágon, sikerült őket összekötni, és mindenki nagyon-nagyon elégedett volt. Tehát amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok itt a ciklus elején, hogy minden helyszínen meg kell nézni, hogy kik azok a szervezetek, mik azok a jármódok, akikkel együtt lehet dolgozni, és ott közös fejlesztésekben kell gondolkozni. El kell mondjam, hogy 2013-ban nem volt használható szervezet például a kerékpáros fronton, ez alapvetően megváltozott. Tehát nem volt olyan szervezet, akik mögött a kerékpáros egyesületek az országban, vagy a kerékpár túrázással foglalkozó cégek, csoportok bent álltak volna, most a Maketus színrelépésével ez megváltozott, úgyhogy innentől kezdve be tudnak jönni azok az igények, és mi azt kell mondjam, hogy szeretnénk támaszkodni is ezekre a munkákra, hiszen mondjuk egy útvonal kijelölésnél bizony nagyon-nagyon sok feladat van. Nem tudjuk, az AOFK nem tudja bejárni egyébként az összes útvonalat, ilyenkor mindig felkérjük a Maketuszt, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséget, esetleg a Kerékpáros Szövetséget, hogy valamelyik szakaszt járjanak be, ez így történt például a kerékpárút tervezéseknél és néhány kérdésesebb szakasz esetén, és bejárnak, lelkesen helyi embereket találnak, és ott elmondják a javaslatukat, mi pedig ezt örömmel veszünk. Tehát azt nagyon-nagyon lényegesnek tartom, hogy nem szabad úgy fejleszteni, hogy a természetjáró szövetséggel, a kerékpáros szövetségekkel, vagy a Magyar Kajakkenu Szövetséggel nem egyeztetünk, mert nincs annál bosszantóbb, mint amikor egy fejlesztésre sok-sok pénzt elköltünk, és aztán az jön ki, hogy a kenusok, meg a kerékpárosok, meg a túrázók, azok húzzák a szájukat, és azt mondják, hogy hát ezt nem így kellett volna, hanem sokkal jobban lehetett volna. A fejlesztések előtt szerintem az igényeket meg kell csatornázni, és azt szerint kell működni. Tehát, hogy támaszkodni kell a ti tudásotokra, és segíteni kell, hogy egyes helyszíneket ti együtt tudjatok dolgozni. Az a kérdésem a többiekhez, hogy tehát itt elhangzik a párbeszéd és az együttműködésnek az igénye, de akkor itt a szakszövetségek irányába, hogy ti hogy látjátok, hogy van-e egyébként az, hogy elhangzik az igény, ezt látjuk, meg hogy fontos, ezt látjuk, de hogy szerintetek van-e elég felület, elég találkozás, elég olyan fórum, ahol
az igények, a vélemények becsatornázhatóak, és akár a döntéshozás, illetve a közpolitika felé is elindíthatóak. És akkor először Márkot kérdezem erről, hogy te hogyan látod a saját szerepedből, vagy a saját szervezet szerepéből ezt a kérdést? Az a kérdés, hogy van-e elég olyan fórum, ahol tudunk egymással beszélgetni? Az, hogy itt nem önmagában az, hogy tudunk beszélgetni, mert nyilván följük egymást telefonon és beszélgetünk, hogyha szeretnénk, de hogy ezek mennyire működőképesek, hogy látod, hogy van-e produktív hatása azoknak az együttműködéseknek, amelyek itt most megszületnek, vagy megszülettek az elmúlt években? Vagy hogy ha nem, akkor pedig mit látnál jobbnak, ideálisnak? Hát én azt gondolom, hogy az együttműködést és a párbeszédet lehetne egyrészt rendszeresíteni. Az is eszembe jutott, hogy egy ilyen aktív turisztikai kerekasztalt, vagy valami ilyesmit ki lehetne alakítani, hogy mondjuk az erdővel kapcsolatban létezik az erdőtanács, ami rendszeresen összeül és megbeszéli az erdővel kapcsolatos dolgokat, és felterjeszti az Agrárminisztérium felé a javaslatait, így ez hasonlóan az aktív turizmusban résztvevő főszereplők is képviseltethetnék magukat egy ilyen állandó eszmecserében, mert tényleg olyan együttműködések is előjöhetnének, ami nem jut eszébe az embernek csak úgy, tehát nem feltétlenül jut eszembe, hogy föl kéne hívnom a sziklamászokat, amikor éppen valami fejlesztést csinálunk, pedig lehet, hogyha ők tudnának arról, hogy mi mit tervezünk, akkor ők is jelentkeznének, hogy nekik mire lenne szükségük, vagy hogy tudnának csatlakozni. Tehát hogy az biztos, hogy ilyen gondolatébresztő beszélgetéseket többet lehetne folytatni. Egyébként tényleg rendszeresen tartjuk a kapcsolatot egymással. Vannak elsőbb a kerékpározós csapatokkal, vagy hát leginkább a Maketusszal vannak olyan projektek, meg gondolatok, amiket szeretnénk együtt megvalósítani. Nyilván a kajakkenu az egy picit így távol, tehát kevésbé mozog egy mesdjén a gyalogtúrázókkal, de ugye a három fő hát szakág, mert ezt a járásmódot nem annyira szeretem használni, de a három fő szakág mellett azért megjelentek még olyan szakágok, vagy olyan irányvonalak, amiket nagyon fontos lenne becsatornázni, és akkor itt gondolok a terepfutókra, vagy éppen a teljesítménytúrázókra, lovasokra, stb. Amik ugye egyszerre jelennek meg ugyanazokon a természeti területeken, erdőbe, ugyanazt az útvonalhálózatot használják, és hát egyrészt konfliktusok alakulhatnak ki, másrészt pedig, mert tényleg a fejlesztéseknél az egymás érdekeit érdemes lenne figyelembe venni. Köszönöm. Gábor, ugyanez a kérdés, amit Mártnak is föltettem. Én igazából úgy közelíteném meg, hogy amit Máriusz is mondott, hogy alapvetően a szakszövetség a szakmaiságot tudják hozni a programban, illetve nyilván azt a kiértékelt tapasztalatot, ami az elmúlt időszakból megvolt, és ez ügyben egyébként nagyon sokat beszélgetünk, mert tényleg őszintén mondom, hogy nagyon jó az együttműködés, mind a kormánybiztosság, mind az AFK, ez egy napi kapcsolat, és így tud ez a dolog előre menni. Én annyira tudom mondani, hogy most mi kedden lejártunk a Hernádon, a OFK munkatársa is ott volt, a szövetségi kollégák ott voltak, én magam is lementem, és végigjártuk a helyszíneket helyi partnerek segítségével, hogy egyszerűen testközelből lássuk ezeket a dolgokat. És ami látszik, hogy ugye lesznek olyan megoldandó problémák, amelyek már egy következő szintet igényelnek, amiről egyébként pont Máriusz a délelőtti előadásában is beszélt, konkrétan a vízügyre gondolok, ahhoz, hogy bizonyos helyzetekben ott tovább tudjunk lépni egy útvonal fejlesztésében, ahhoz bizonyos vízügyi problémákat is meg kell oldani, és ez már egy kormányzati koordinációs szint, amiben nyilván a megfelelő szinten a kormány biztos tud eljárni, hogy ezek a dolgok megvalósíthatók legyenek. Mi az igényeket tudjuk ezügyben jelezni, ahogy ezt az előbb is mondtam, tehát pont itt a Hernádnál ugye látunk egy-két ilyen lehetőséget, amely pont azt segíteni, hogy az ott minél inkább egy útvonal álljon össze. Úgyhogy én csak ennyit tudok mondani, hogy szerintem ezek a kapcsolatok most is erősek. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki a maga szintjén működjön, és amit még én itt szeretnék behozni, az egyértelműen az önkormányzatokkal történő kapcsolat. Azért mi az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy az önkormányzatok, ha jól
van, a, jól van összerakva a projekt, ha ők megértik a közös célt, és mi pedig megértjük, hogy a helyi szinteken őnekik milyen törekvéseik vannak abban, hogy a turizmus abban a régióban erősödjön, akkor ez egy nagyon erős kapcsolattá áll össze, és szerintem az önkormányzatok rendkívül fontosak ebben, ebben az együttműködésben, és én egész őszintén azt tudom mondani, hogy ebben nekünk nagyon jó tapasztalataink vannak az önkormányzatokkal. Köszönöm szépen. Balázs, a kérdés ugyanaz továbbra is. Igen. Szerintem van nagyon jó példa arra, hogy miért volna szükség arra, hogy még erősebbé tegyük az együttműködést vagy a párbeszédet. Márk említette az útvonalat, én említem a szakmán belül úgy szoktuk mondani, hogy POI-kat, tehát az attrakciópontokat. Mindannyian dolgozunk különböző turisztikai fejlesztési projekteken, és mindannyian neki megyünk annak, hogy fölállítjuk a POI adatbázist meg struktúrát. Hogyha létrehoznánk közösen egy egységes POI adatbázist, egy egységes struktúrát, nyilván jármódonként talán külön paramétereket fontosnak tartunk, de ezekkel ki lehet egészíteni, akkor nem kell minden projektnél, minden projekt elején újra nekifutni, újra felparaméterezni, a különböző honlapokba beépíteni, stb., hanem bárki ezekkel az attrakciópontokkal dolgozni akar, akkor egyszerűen fordul az AOFK-hoz, vagy a kormánybiztossághoz, lehívja az adatbázist, adott esetben kiegészíti a saját paramétereivel. Tehát ez is talán egy olyan példa, amiben még szűkebbé lehetne, vagy fontosabbá, vagy gyakrabbá lehetne tenni az együttműködést és a párbeszédet. Köszönöm szépen. Máriusz jelezte, hogy most ne hagyjam ki. Igen. Az aktív turisztikai kerekasztalhoz szeretnék hozzászólni. Ez egy jó ötlet. Nálunk is felvetődött már, sőt, több különböző kerekasztal is felvetődött. Tehát már kerékpáros kerekasztalról is gondolkoztunk, aztán bele is van írva a kerékpáros stratégiába. Az a nehézség, hogy elég sokrétű a feladatkör, de amit Márk mondott, csatlakozom hozzá, érdemes megcsinálni. Gáborhoz csak annyit tudok mondani, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetség annyira szoros az együttműködés, hogy nyáron közösen voltunk kint Český Krumlovban, ahol megnéztük a Moldván, hogy hogy csinálják a csehek. Azt láttuk, hogy nagyon jól, jó néhány dolgot érdemes lenne eltanulni tőlük, és valóban az AOFK munkatársai, a kormánybiztosság munkatársai, illetve a Magyar Kajakkenu Szövetség és Schmidt Gábor és Torz Botond-dal voltunk kint, és hát közösen vitattuk meg, hogy milyen irányba is kell menni, és nagyjából az előadás, amit a múlt héten el tudtam mondani, az ottani esti, hát ezt bevallhatjuk, hogy sörözések közben azért elég sokat csiszolódott. És amit pedig Balázs mondott, ahhoz pedig annyit tudnék hozzátenni, hogy igen, valóban ebbe az irányba kell menni, és valóban elég sok felkérést kap a Maketusz mind a kormánybiztosságtól, mint pedig az AOFK-tól, tehát a programok jelentős részét egyébként a mi támogatásunkból, vagy az általunk biztosított támogatásból lehet vagy tudják elvégezni. Ezért viszont nincs ingyen ebéd, ahogy mondani szokták, a Maketusznak nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, és Balázsék dolgoznak is rendesen, utakat mérnek fel, mint mondtam, a tervezési feladatokba bekapcsolódnak, és valóban ezen a területen lehet egy kicsit tovább lépni, de itt szerintem az AOFK tavalyi megjelenése lesz a vízválasztó. Nagyon szeretnénk, hogyha a következő évben már nagyon sok térségi, regionális kiadvány tudna megjelenni. Az AOFK-nak nagyon jó és ügyes munkatársai vannak, nagyon ügyes a kommunikációs igazgató Mirko. Máriusz, félbe kell, hogy szakítsalak sajnos. Nagyon ügyesek a munkatársai, de ezt a feladatot csak úgy tudjuk ellátni, hogyha a ti szervezeteitekre, a civilekre támaszkodunk. Így lesznek vizitúra útvonalakról kiadványok, kerékpáros kiadványok, vagy éppen turisztikai kiadványok, mert egyedül ezt nem tudjuk megcsinálni. Köszönöm. Lassan az időnk végére érünk, de hogy így még egy záró kérdést intéznék hozzátok. Nagyjából oda térnénk vissza, onnan indultunk, hogy 7 év múlva, hogyha újra ugyanitt
remélhetőleg személyesen, és a vírus leküzdés nem egy újabb vírus közepén ülünk és ülnénk le, akkor mi lenne az állapot, vagy az a helyzet, amivel elégedettek lennétek, és itt most nyilván elsősorban a saját területeteken és az aktív turizmus területén, és mindezt arra kérlek titeket, hogy próbáljátok meg egy percbe összefoglalni személyenként. És hát akkor azt kérem, hogy Balázs kezdje ezt a hálátlan és nehéz feladatot. 7 év múlva. Hát ha el tudjuk mondani, hogy a Maketusz 13 éves, azzal önmagában nagyon nagyot alkottunk, azt gondolom, mert az azt jelenti, hogy valóban jól végezzük. 7 év alatt minden évben másfele törekedtetek, ez azt jelenti. Még nem vagytok 6 évesek. Ja, értem, igen. De mondjuk 2030-ról beszélünk, mert a stratégián 2030-ig tart, akkor azt tudjuk mondani, hogy 13 évesek lettünk. A viccet félretéve, a célunk, amikor megalapítottuk a Maketuszt, akkor az volt, hogy országos szövetségé váljuk. Ebben még van teendőnk. Azt gondoljuk, hogy nagyon sok szakmai munkát végzünk, de az országos lefedettségünkön még dolgoznunk kell. Szeretnénk azon dolgozni, de ez egy szövetségi cél, hogy minél több térségbe el tudjuk érni azt, hogy a kerékpározás az fejlődik. A kerékpározás tekintetében én nem akarnék unalmas statisztikákat mondani, de hogyha az folytatódik, ami 2020-ban elindult, nyilván részben ennek a vírushelyzetnek is betudhatóan, hogy a kerékpározás gyakorlatilag forradalmi évet, ugye a kerékpározásban 2020 egy forradalmi év volt, és ez a töretlen fejlődés, ez a kerékpározás iránti érdeklődés, ez a következő években is ugyanígy kitart, és 2030-ra tényleg el tudjuk mondani azt, hogy nem mi megyünk Ausztriába, Csehországba, Szlovákiába, akár sima kerékpáros turistaként, vagy bringa parkokba kerékpározni, hanem a külföldieket is úgy tudtuk megszólítani, hogy egyre nagyobb tömegben érkeznek a kerékpáros attrakcióinkhoz. Ha valóban el tudjuk mondani, hogy kerékpáros barát országgá, Kelet-Közép-Európa első számú kerékpáros barát országgá nőttük ki magunkat, és ez azt jelenti, hogy osszam ezt megveltek, hogy nem csak egy kerékpártároló van kitéve az étterem elé, hanem, mert én azt gondolom, hogy ez még kevés, hanem a kerékpáros turista úgy kap kiszolgálást, hogy ne kelljen bemenni adott esetben az étterembe, hanem kihozzák neki azt, amit kiválasztott, ami valóban a kerékpáros barátságot. Most is van sajnos. Akkor elértük a célt. Köszönöm. Köszönöm. Reméljük, hogy nem azért hozzák ki, mert nem lehet bemenni. Igen. Gábor, te hogyan látod? Mivel lennél elégedett 7 év múlva? Én azt gondolom, hogy már most is a nagyon pozitív kormányzati kommunikációnak és ezzel kapcsolatos intézkedéseknek, fejlesztéseknek köszönhetően tényleg jelentősen nőtt azok a száma, akik tényleg ma már úgy gondolják, hogy a sport, a mindennapos mozgás az életünk része, és egy nagyon fontos része az egészség megőrzésének. Én azt hiszem, hogy ha mi jól dolgozunk, akkor az elkövetkező időszakban mi annyi élményt és lehetőséget biztosítani azoknak, akik ezt egyre inkább így gondolják, hogy itt Magyarországon valósítsák meg az ilyen irányú terveiket. Én azt hiszem, hogy egy ilyen csodálatos országban, ahol ilyen természeti kincsek, örökség, ilyen természetes vízhálózat, erdők, hegyek, völgyek és egyébként kialakított és egyre fejlődő kerékpáros utak vannak. Én azt hiszem, hogy ez egy jó választás, ezt kell tudnunk megmutatni az embereknek is. Hogy szerintem a mai napon már nagyon sok előadásban elhangzott, a legfontosabb az élmény. És az, hogy ez az élmény másokhoz is eljusson, ebben nagyon-nagyon fontos szerepe lesz ennek a közös kommunikációnak, amit ugye ti magatok is, Mirko, visztek, és szerintem ez tudja közösen erősíteni azt, hogy amiket mi szeretnénk megvalósítani és megvalósítunk,
az emberekhez is eljusson. Tehát én az utolsó pontban egy nagyon erős kommunikációt emelnék ki, ami ezekre a helyszínekre, ezekre a szolgáltatásokra, ezekre az élményekre felhívja a figyelmet, és azt hiszem, hogy akkor azt fogjuk tudni mondani, hogy 7 év múlva, hogy ez igenis aktív Magyarország, és mindenki itthon kódol ezeknek a sportágaknak, jármódoknak, az aktív kikapcsolódásnak. Köszönöm. Márk, téd az 1 perc. Próbálom röviden. Ha 7 év múlva járunk, azt nagyon szeretném, hogyha addigra már így az infrastruktúra fejlesztések, szükséges fejlesztések, a szükséges információs felületeknek a meglétén túl lennénk már, és azzal tudnánk foglalkozni, hogy igazából a természetjárás kultúráját próbáljuk abban a megnövekedett látogatói körben terjeszteni és alakítani, aki nyilván nagyobb terhelést fog majd jelenteni a természeti környezetre is. Ugye azon a szűk helyen, ahol mindenki egyszerre próbál mozogni, azon a megjelenők együttműködően, egymást respektálva, egymást tiszteletben tartva mozogjanak, és azt gondolom, hogy a természetjárókat alapvetően egy kupacba kéne, egy kalapba kéne kezelni, hiszen az, hogy valaki vizitúrázik, az nem zárja azt ki, hogy esetleg gyalogolni is szeret, meg kerékpározni is szeret, és néha egyébként elmegy egyet sziklát mászni, és van, hogy a kék túra szakaszt azt nem gyalogsebességgel teljesíti, hanem belefut egy-egy szakaszba, és ez szerintem természetesen így van jól, ezt a nálunk fejlettebb természetjáró kultúrával rendelkező országokban ezt nagyon jól kezelik, és egy turistaházba a különféle aktivitást éppen aznap végzők, azok ugyanolyan örömmel beszélgetnek egymással, mint másnap, amikor cserélődik, és aki eddig hegyet mászott, az most éppen terepfut. Tehát, hogy valahogy ezt a szereplőt, a természetjárás szereplőit szerintem ilyen nagyon egységesen kellene kezelni, egységesen a fejlesztéseket is, az edukációt is, és az információk átadását, illetve az egésznek a marketing kampányát. Tehát annak örülnék, hogyha így ebbe az irányba tudna fejlődni ez az egész folyamat. Köszönöm szépen, és Máriusz, téd a lehetőség, hogy az utolsó megszólalóként te is elmondd, hogy 7 év múlva mivel lennél elégedett ezen a területen? 7 év múlva én akkor lennék elégedett, ha nem aktív Magyarország program lenne, hanem aktív Magyarország. Egy olyan Magyarország, ahol az emberek a mindennapokban is többet mozognak, ahol sokkal többet mozognak az emberek szabadságukon, kenúznának, bicikliznének, túráznának, futnának, és sokkal többet járnának a természetre, ha a természetre jobban vigyáznának, hogyha a természetjárás kultúrája az magasabb lenne. Tehát, hogyha elérnénk azt, amit az Aktív Magyarország programban kitűztünk, és tényleg nem program lenne, hanem Aktív Magyarországnak, akkor elégedett lenne. Köszönöm szépen. Az időnk sajnos lejárt, bár egy csomó kérdést közben felírtam, úgyhogy szerintem van létjogosultsága Márk felvetésének, hogy akár ezt egy aktív turisztikai kerekasztalban tudjuk folytatni. Köszönöm szépen nektek az időtöket és az érdekes beszélgetést, és köszönöm szépen azoknak, akik eddig néztek minket. Mi még visszajövünk egy rövid elköszönéssel. És sziasztok, köszönöm szépen nektek még egyszer is. Nagyon sok szeretettel köszöntünk akkor újra mindenkit, és arra gondoltunk Mirkóval itt a legvégén, hogy egy kicsit egyrészről összegeznénk, vagy levonnánk a tanulságokat, adatokat közölnénk az elmúlt 4 alkalommal, bejelentkezőkről, a témákról, a célról, amit mi úgy gondolunk, hogy elértünk ezzel a sorozattal. Egy-két jövőbeni dologról is beszélnénk, és természetesen lenne egy kis meglepetés is a végén. Igen, a meglepetésre nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy ezt nem tudom, mi lehet.
Az elmúlt négy alkalommal nagyon köszönjük mindazoknak, akik részt vettek itt alkalmanként, mindig több mint 200-an jelentkeztek be, amire azt látjuk, hogy van igény továbbra is egy ilyen aktív turisztikai fórumra. Azt nagyon sajnáljuk, hogy ez most sokkal inkább egy egyirányú fórum volt, és pont a konferencia legfontosabb része, a kávészünet maradt el, és nem tudtuk ezt közösen megtartani. De minthogy látjuk, hogy van ez az igény, egészen biztosan fogjuk folytatni valamilyen formában. Tavasszal, pont a járvány kezdekor már meghirdettük az első térségi turisztikai workshop, aktív turisztikai workshopot, ez Tatán lett volna, és talán március 18-19-e környékén, és akkor ezt lefújtuk, de mint hogy látjuk, hogy van ez az igény, ezért egészen biztosan fogjuk folytatni, és ahogyan lehetőségünk lesz rá, ilyen térségi aktív turisztikai workshopokat fogunk szervezni, és akik ezt nézték, feliratkoztak a hírlevélre, nekünk fogunk erről információt küldeni. Ugye folyamatosan kaptuk a visszajelzéseket partnerektől tőletek, és ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük, amiben 99%-ban rengeteg dicséret érkezett be hozzánk, és köszönet ezért az egészért. Menet közben érkezette be esetleg olyan levél, ami mondjuk témaválasztás tekintetében javaslatot tenne, esetlegesen bővíteni kívánja mondjuk azokat a témaköröket, amiket a közeljövőben, illetve a következő alkalmakkor érintenünk kellene? Igen, itt nagyon sok olyan nagyon sok megkeresés volt felénk. Ezek mondhatjuk, hogy szerencsére nem arról szóltak, hogy mit kéne másképpen, hanem konkrét együttműködési javaslatokkal és kérésekkel kerestek meg minket, úgyhogy pont a már említett digitális vándor applikáció kapcsán számos helyen indul el digitális ösvénykészítés itt a konferencia folyamányaként. Viszont nagyon szeretnénk, hogy bármilyen észrevétel, javaslat jelenik meg a következő konferenciánkra, az jusson el hozzánk, ezért a konferencia után ki fogunk küldeni minden regisztrálónak egy nagyon rövid kérdőívet, amiben szeretnénk megismerni a véleményeteket, hogy láttátok ezt a rendezvénysorozatot, és ott egy ilyen szabadszavas részt is fogunk hagyni, ahol ki lehet fejteni, hogy mi az, amit esetleg másképp szeretnétek, milyen témát szeretnétek még, esetleg, hogy mivel voltatok elégedettek. Akkor én azt gondolom, hogy nagyon nem maradt más hátra, mert azért egy kicsit olyan idő szűkében vagyunk, hogy egyrészt megköszönjük mindenkinek, aki ebben a projektben részt vett, akár a technikai oldalról, akár az AOFK szervezési oldaláról, de azt hiszem, Mirko, ez a te tisztséged lenne a kollégáknak, így kicsit megköszönni a közreműködését, mert itt azért nagyon sokan nagyon keményen dolgoztak itt a háttérben. Hát ezt már mindenképpen személyesen is meg fogjuk tenni, de így a konferencia végén és a képernyők és itt a helyszínen lévő kollégáknak is nagyon köszönöm, köszönjük mindannyian azt a négy héten keresztül zajló munkát, amit itt a szervezés, és nagyon köszönjük a partner szervezeteknek, akik részt vettek, itt az operatőrök, akik itt dolgoztak, vagy bent a stúdiószobában dolgoztak azon, hogy ez megvalósulhasson. Köszönjük szépen nektek, és reméljük, hogy jövőre nem így, hanem személyesen újra fogunk tudni találkozni, és nem fog elmaradni a kávészünet. És akkor gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egyetlen egy dolog maradt hátra, mint hogy mindenkinek megköszönjük a négy héten át tartó részvételt, a figyelmet, és itt az elkövetkező időszakban még ugye egy kis felkészülés történik, még van azért egy kis hajrá, de azért reméljük, hogy utána az ünnepekre, a két ünnep közötti időszakra, illetőleg az új évre mindenki egy kicsit ki tudja magát fújni. Tényleg mindenkinek kívánunk áldott békés karácsonyi ünnepeket, és egy sikerekben gazdag és vírusmentes 2021-es évet.